Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát a nemzeti sportról lesz szó, illetve arról, hogy hogyan próbáljuk tartani a lépést a korral. Egy-két érdekes gondolatot, illetve egy-két előremutató dolgot próbáltam összeszedni ebbe a kis prezentációba, és a végére szeretnék egy kérdés szekciót is hagyni, úgyhogy bárkiben menet közben kérdés vetődik fel, akkor majd ne tartsa magában. No. Kik vagyunk? Magyarország legszélesebb sport portfóliója, nyomtatott és digitális vertikumban az anyalaptól, ugye 1903-ban alapított nemzeti sporttól kezdve, a Nemzeti Sport Online Facebook oldaláig, mobil oldaláig, teljesen komplett portfólió. Merre tart ez a nagy hajó? Hát sokféle irányba, de mégis egyenesen előre természetesen. A tudatosság, a nyitottság, illetve a fejlesztések jellemzik a stratégiánkat, jellemzik azt, amivel a jövő kihívásainak szeretnénk megfelelni. A fejlesztéseknél pedig szeretném külön kiemelni azt, hogy nem csak a hard, tehát nem csak a technikai, illetve adott esetben a tartalom szolgáltatási fejlesztésekben gondolkodunk, hanem olyan szoftfejlesztésekben is, amik mondjuk szervezetfejlesztési, vagy egyéb a háttérben végbe menő feladatok. Erről, mivel ez a szívem csücske, egy picit bővebben majd fogok beszélni. Mit tudunk, ugye a sportban ez egy igazán fontos kérdés, mire képesek a versenyzők? Hát a nemzeti sport, mint versenyző erre képes, a nyomtatott napi lap, a nemzeti sport, illetve a heti lap, a képes sport közös heti elérése több mint 500 000, a digitális platformon szintén körülbelül ennyi embert érünk el, ami között a legutóbbi felmérések szerint a keresztolvasottság az mindössze 15-20% közötti, tehát tulajdonképpen ez valamilyen szinten a heti elérésünk az a milliót, az 1 milliót közelíti. Az egész portfólió természetesen időszaki kiadványokkal, illetve egyéb kiadványokkal még bővül, nagyjából a heti elérésünk az 1 millió körül van. És hogy mi a célunk? Az, hogy jó tartalmat szolgáltassunk. Amikor Berkes Peti felkért erre az előadásra, akkor az első mondata az volt, hogy meg talán a honlapra is felkerült, hogy a tartalom fontos, a tartalom kell. Ugye content is king, ahogy szoktuk mondani, nálunk a MediaWorks kiadóba, mint a Nemzeti Sport lapcsoport, a Nemzeti Sport portfólió tulajdonosa, a MediaWorks alap mottója, alapvetése az, hogy content first. Pár dolgot felírtam, mitől jó egy tartalom. Akkor jó, hogyha friss, akkor jó, hogyha exkluzív, akkor jó, hogyha következetes, akkor jó, hogyha hiteles, akkor jó, hogyha érdekes, és nem csak a kíváncsiságot kielégíti, hanem fel is kelti ezt a kíváncsiságot. Ezek tulajdonképpen azok a tényezők, amelyekre tudatosan igyekszünk megtalálni a válaszokat, és majd a Facebook stratégiánál, hogy ez egy picit a gyakorlatban hogy jelent meg, ott egy picit majd árnyaltabban is ábrázolom. Igazából ezek azok a tényezők, amelyek meghatározzák a napi munkánkat, legyen ez print, vagy legyen ez digitális szegmens. Nézzük meg egy picit a print szegmenst, hiszen nagyon-nagyon érdekes helyzetben van ez az ágazat. Én korábban, én 13 éve dolgozom a Nemzeti Sportnál, korábban mindössze 2 évet töltöttem el a printnél, és most októberben főszerkesztő helyettesként újra foglalkozom a printtel is. Nagyon-nagyon érdekes helyzetben vannak a print termékek, hiszen, mint tudjuk, ugye, mint általában a papír alapú médiatermékek, ezeknek a napi lapoknak, ezeknek a heti lapoknak, és a legtöbb magazinnak is a példányszáma csökken. Magyarországon a leglassabb ütemben csökkenő napilap példányszám az a Nemzeti Sporté, erre büszkék vagyunk, igyekszünk ezt tartani, és természetesen a terveink között az szerepel, hogy milyen jó lenne ezt megfordítani. Ez egy baromi nagy kihívás, nagyon nehéz lesz, hiszen a nagyon nagy kérdés az, hogy új olvasókat, a fiatalokat hogyan lehet megszólítani printtel. Hogyan lehet megszólítani nyomtatott formátumban? Ugye a nyomtatott formátumnak rengeteg olyan technikai korláta van, egész egyszerűen a lapzártából, vagy egész egyszerűen a papír valójából adódóan, amely nem feltétlenül tud versenyezni a digitális termékekkel, sőt,
Viszont, hogyha ezt megfordítjuk, akkor csináljunk olyan újságok, csináljunk olyan nyomtatott termékeket, amelyek azt tudják hozni, amire az emberek, amit az emberek várnak tőle. És az első, talán legfontosabb dolog, amiben vastagon benne vagyunk, illetve vastagon benne van nagyon-nagyon sok nyomtatott napilap, ahol van digitális láb is, ez azért szinte mindenhol így van, hogy a hírlap természetesen az internet korában már hiú ábránd lenne, napi magazint, napi olvasnivalót, napi háttérinfókat kell gyártanunk, hiszen ezt pénzért veszik meg az emberek, és ezzel tudunk olyan pluszt hozni, amely tulajdonképpen ugye a fizetőképes keresletet kiváltja. Ennek jegyében, ennek szellemében rengeteg melléklettel jelentkezünk. Most indult el a múlt héten egy autós tematika, nem autósport, hanem autós tematikájú melléklet. Ezzel már a 7-6 napján állandó mellékletünk van a Nemzeti Sportban, és speciális mellékletekkel az üres, úgymond üres vagy melléklet nélküli hétfői napon speciális mellékletekkel is rendelkezünk. Az első dián említettem a nyitottságot. Nyitottak vagyunk minden területre. Próbáljuk azt a szemléletet követni, hogy a sportot a legtágabb értelemben vegyük. A sport tulajdonképpen nem csak a látványsport, nem csak a versenysport, nem csak az élsport. Rengeteg szegmens, 25-ször el szoktuk mondani ilyen konferenciákon, hogy mi tartozik még a sportba. Én ezt felsorolni nem szeretném, de csak hogy egy példát hozzak. Tavaly például egy kiváló mellékletünk volt a szabadidősportról. Volt egy kiváló mellékletünk a futásról, a BSI-vel kapcsolatban. Idén hoztunk egy autós tematikájú mellékletet, és tervezünk nyitni olyan nisek, olyan rések irányába is, mint például a horgászat, vagy éppen a vadászat, ami szintén beletartozhat a sportba, és ezeket vagy azt a célcsoportot, amelyet mi elérünk, az egészen biztosan érdekel. Ezek egészen biztosan érdekel. Nagyon jó a kapcsolatunk a szövetségekkel természetesen, hiszen a Nemzeti Sport sportoló és sportbarát újság. Ezek az együttműködések az elmúlt években elindultak, egyre jobb és egyre kölcsönösen gyümölcsözőek. Ezek természetesen idén is mennek, illetve az e-újság fejlesztésébe is teszünk energiát, pont egy ilyen megújítás előtt van, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy adott esetben, aki korlátozva van, külföldön van, nem jut el újságoshoz, nem jut el trafikba, mert otthonról dolgozik, távmunkába dolgozik, az interneten keresztül elérje azt az újságot, ami tele van olvasnivalóval. Ez a cél. Az a cél, hogy a hírportál a Nemzeti Sport Online mellett olyan nemzeti sportot készítsünk, amely tele van olvasnivalóval. Hogy ez időben hogyan valósul meg, illetve milyen mérföldkövek lesznek, ezeket még nem tudjuk. Természetesen a tervek megvannak. Az biztos, hogy ez a mellékletes struktúra, ez nagyon kedvező fogadtatásra talált az olvasók részéről. Ugye kedden járgány és teniszinfó, utána hajrá foci, ami az amatőr futball, utána a népsport, amely egy tulajdonképpeni tévéműsor melléklet, bocsánat, egy retro melléklet, a sportkrém, ami a tévéműsor melléklet, a hosszabbítás, amely kimondottan egy hétvégi olvasmányos, kimondottan hosszú figyelemfelkeltő és gondolatébresztő cikkekkel van tele, illetve egy utánpótlás kiadvány a Decathlon és a MOL támogatásával. Ugye tematikus mellékletekről beszéltem, hát így áll fel tulajdonképpen ez a portfólió, amely a printet jellemzi. Ami a digitális irányt jellemzi, és itt egy picit azért otthonosabban mozgok, mert 2008 óta felelős szerkesztőként vittem a Nemzeti Sport Online-t. Ami a digitális irányt illeti, nincs megállás. Azt látjuk, hogy folyamatosan meg kell újulni, folyamatosan változni kell. Hogyha tudatosan akarjuk működtetni ezt a digitális portfóliót, vagy digitális platformot, ami Magyarország piacvezető sportportáját és legnagyobb látogatottsággal rendelkező mobil sport oldalát foglalja magában, akkor folyamatosan fejlesztenünk kell. Folyamatosan fejleszteni kell a tartalmat, fejleszteni kell az eszközöket, és fejleszteni kell a kollégák gondolkodásmódját is. Például, ugye nagyon sok televíziós szakember van itt, lesz is még egy televíziós vita, az emberek már nem egy képernyőn fogyasztanak tartalmat, hanem több képernyőn.
próbáljuk ezt a fajta multiscreen hatást kihasználni, próbáljuk az olvasóknak, a televízió nézőknek megadni azt a plusz tartalmat, amely a televízió nézést kiegészíti, amely az ő információ igényeit ki tudja teljes mértékben elégíteni. Erre a legjobb példa a 2014-es futballvilágbajnokság, amelyre kijöttünk egy picit a Facebookra, meg a Twitterre is hajazó, hasonlító superfeeddel, egy ilyen élő hírfolyammal. Bízom benne, hogy sokan találkoztak a nézőtéren ülők között ezzel, ami hihetetlen jó visszajelzéseket hozott. Egész egyszerűen azért, mert ott minden megtalálható volt, a könnyedebb tartalomtól, a statisztikáig, az elemzés kezdeménytől, egy-egy rövid bejegyzésen keresztül és a továbbmutató linktől a játékosok személyes adataig. Tulajdonképpen egyfajta ilyen élmény és szórakoztató funkciója is volt, amely igen-igen fontos, hiszen nem ugorhatunk el egy nemzeti sport, egy hihetetlenül erős, nagy hagyományokkal és valamilyen szinten egy konzervatív felfogással működő nemzeti sport sem ugorhat el azelől, hogy megtalálja azokat a kihívásokat, ami a szórakoztató ipart jellemzi. Erre majd konkrétan kitérek, amikor a social, a Facebook témáról beszélünk, egész pontosan most, hiszen nézzük meg egy picit a social stratégiánkat. Ugye, mit jelent a Facebook a média kiadók? Mit jelent a Facebook a média termékek számára? Egy kiváló forgalmi forrást. Amikor elkezdtünk tudatosan foglalkozni a Facebookkal, ez 2014 tavaszán volt, akkor azt láttuk, hogy van egy olyan lehetőség a kezünkbe, amit ki lehet használni. Ezt a Facebook lehetőséget úgy használtuk ki, hogy a 2014 áprilisához képest ősszel 400%-os emelkedést értünk el a Facebookról érkező forgalom tekintetében. És igazából négy dolog így, amikor készültem a prezentációra vagy az előadásra, négy dolgot körvonalaztam. Az egyik az, hogy tudatosan próbáltuk és sikerült is úgy néz ki bizonyos szinten megtalálni a fogyasztói igényeket és erre a megoldásokat. A másik, hogy tudtunk egy olyan második címlapot adni, és itt ugye, ha trendfigyelés, akkor a Peti címfelvetésére igazodni. Itt most akkor a trendekről lesz konkrétan szó. Olyan második címlapot adni, ahol az olvasó megtalálja azokat a szórakoztató tartalmakat, amelyeket keres. Valljuk meg, van rá igény, nagyon-nagyon sokan jelezték, hogy igen-igen jó az, hogy tele van szórakoztató tartalommal, könnyedebb, bulvárosabb tartalommal a Nemzeti Sport Online. Ezekhez az kellett, hogy olyan hiedelmeket építsünk le magunkban, és a gondolkodásmódunkat próbáljuk meg egy picit, hát hogy mondjam, frissíteni, hogy ezektől a szórakoztató tartalmaktól ne ijedjünk meg, hanem találjuk meg a helyét. Úgy tűnik, hogy a Facebook, az NSO Facebook oldal, amely több mint 350 ezer követővel bír, ezen sikerült megtalálni, hála Istennek. A harmadik, és nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak forgalmi forrás a Facebook, hanem közösségépítő szintér is. Ezt alig, hanem senkinek sem kell mondani. Átvette nagyon sok esetben sajnos a fizikai találkozópontok helyét is a Facebook. Virtuálisan jó vagy rossz, az egy más kérdés, de közösséget is kell építeni. És a negyedik pedig az, ami egy hihetetlenül érdekes dolog volt, persze nem egy nagy újdonság, az, hogy a magyar siker mindent visz. Egész egyszerűen azt látjuk a Facebookon, hogy legyen bármilyen sportág, legyen bármilyen teljesítmény, és itt ugye ez a nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az olimpiai sportágok, nem csak a csapatsportokra gondolok. A magyar siker az nagyon-nagyon-nagyon beindul, és úgymond virálisan tud terjedni a Facebookon. Hála Istennek erre is most már a tudatos válaszokat és a megfelelő megoldásokat tudjuk. Ugye a responsive design elengedhetetlen, nálunk is az idei év során készül el, a natív, kreatív és a tartalomba illeszkedő hirdetések egyértelműen fontosak, a videós fejlesztések szintén napirenden vannak, éppen egy Futball EB magazin indul majd el a weben, valamikor az Európa-bajnokságon. És akkor egy pár adat, csak nagyon-nagyon röviden, hogy mit is hozott a Nemzeti Sport Online-nak a EB kijutás. Hihetetlen rekordokat. Tulajdonképpen azt láttuk, hogy felrobbant a Facebook, az átlagos napi 300-350 ezeres átkattintás szinte 850-re ugrott fel, és egy-két
hát azt mondom, inkább egy-másfél hétig ez szépen le is csengett, és úgy állt vissza az átlagosra. Nagyon kíváncsiak leszünk, mi lesz a futball Európa-bajnokság alatt. Viszont nagyon érdekes, hogy a website nem most érte el a legnagyobb látogatószámát. Ennek az oka már az, hogy egyre nagyobb mértékben a mobil felületet használják az olvasók, és a Facebook is egyre többen Facebookoznak mobilról, tehát hihetetlen erősen nyomta meg a mobil látogatószámunkat. Ott van egy adat, 116 ezer látogató érkezett egy nap a mobil oldalunkra, ennek a nagy része az a Facebookról érkező látogató volt, és hát ez egy kiemelt rekord volt. A termékfejlesztésnél a Superfeedről, erről az élő hírfolyamról beszéltem, nagyon-nagyon sok kiemelt eseményen ezt használtuk, illetve akkor, amikor külföldi kiutazásokon voltak a kollégáink, beszéltünk a Facebookról, a SEO-t, a kereső optimalizálás nem lehet soha elfeledni, és ugye az NSO TV-ről is tettem már említést. Mik a legnagyobb lehetőségek, kihívások? Az, hogy megtaláljuk az online üzleti modellt, megtaláljuk azt, hogy hogyan lehet igazán komoly bevételt hozni a digitális frontra, hiszen a printnél ugye két lábon áll a történet, a terjesztési bevétel és a hirdetési bevétel stabilitást, nagyon erős stabilitást ad az újságnak, digitális területen egy pilléren, egy lábon egyensúlyozunk egyelőre, az idő kérdése, külföldi nagy komoly kiadók sem tudják egész pontosan, hogy hogyan kezeljék még ezt a helyzetet. A szerkesztőség integráció nagyon nagy kérdés. Nálunk egy egészséges modell alakult ki, nem az a modell alakult ki, ami nagyon sok helyen külföldön is, illetve itthon is, hogy a print tartalom egy az egybe felkerült az online-ra, hanem más tartalmat talál meg az olvasó az online-on és a printen. Úgy gondoljuk, hogy ez a jövőt tekintve egy nagyon-nagyon fontos dolog, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy az a digitális szemlélet, az a digitális gondolkodás már házon belül van tartalmi szempontból, és ugye a kettő remekül ki tudja egészíteni egymást. Az infotainmentről beszéltünk, nagyon sok újságíró szerkesztő kollégának a tainment része, tehát a szórakoztató része az nem volt egyszerű, de nagyon-nagyon szépen alakult a történet. Megpróbáljuk ezeket az anyagokat, az információs, leíró, hírjellegű anyagokat és a szórakoztató anyagokat egységben tartani, egy megfelelő arányát megtalálni. Próbálunk a képiségre, vizualitásra, illetve a mozgóképiségre építeni. Egész egyszerűen e felé halad a világ, a fogyasztói igények e felé mutatnak. Szeretnénk, hogyha a nemzeti sport, mint portfólió, mint sportoló és sportbarát újság azt a társadalmi szerepet folyamatosan fel tudná vállalni, hogy segíti a magyar sport, segíti a magyar sportágak felemelkedését és minél jobb eredményeit. Ehhez igyekszünk a magunk részéről mindent megtenni. Illetve, amit mondtam, és talán egy picit, hát ez a soft témakör, személyes kedvencem egyébként a szervezetfejlesztés, amiről hoztam még egy szlájdot így zárásként, mert hogy a kulcs az talán valahol abban van, hogy változtassunk, hogy merjünk olyan hiedelmeket átgondolni és adott esetben megváltoztatni, amelyek segítik azt, hogy előrelépjünk egy szintet, kettőt, hármat, és ugráljunk egy pár lépcsőfokot előre. A kollégákban nagyon-nagyon magas az elköteleződés, hiszen a nemzeti sportnál dolgozni presztízs. Szoktuk mondani, hogy ez nem munkahely, hanem életforma. Ez abszolút így van. De nagyon-nagyon-nagyon nagy és nagyon erős terhelést kapnak a kollégák. Így igazán fontos, hogy a vezetők egy speciális modellt kidolgozzanak, ami segíti azt, mivel tartalomszolgáltatásról van, kreatív munkáról van szó, hogy ez a kreativitás megmaradjon. Nagyon fontos a szemlélet, a közös gondolkodás, hogy a tartalom, a sales, a marketing tudjon együtt gondolkodni. Én talán ezt emelném ki legfontosabbnak, hogyha egy trendet kellene mondani. Ez külföldön a BBC-nél, ahol 10,000%-os növekedés sikerült elérniük a Facebookon, ott egész profi működik egy év alatt. Mi is erre felé tartunk, és igyekszünk előhozni ezeket a közös dolgokat, ezeket a szinergiákat.
A proaktivitás hihetetlenül fontos, elé kell menni a piacnak, tehát ami nálunk van először, az pördül be a social médiában is, azt fogják vinni az olvasók, egész egyszerűen ilyen a digitális kontextus, és hát egy picit saját magunk szerepére utaljak, Buzgó József főszerkesztő úr, illetve az enyémre, illetve a napi szerkesztő, online vagy print szerkesztő kollégákra, egyre inkább a vezetőnek nem csak operatív munkatársakat operatívan irányító vezetőnek kell lennie, hanem változásmenedzsernek.